Kisfiú Attilának hívják, pénteken született 29-én, és 4250 g-mal 56 cm-rel. Ez az édesanya már kezében foghatja gyermekét, túl van a szülésen és az azt megelőző izgalmakon. A Nyíregyházi József András Oktató Kórházban komfortos körülmények között biztonságban szülhetnek az anyukák, és az első pillanattól a babával lehetnek. Az ország legnagyobb szülészete itt van a Nyíregyházi Kórházban. Itt évente több mint 3500 gyermek születik, hangzott el a születés hete alkalmából megrendezett nyílt napon. A rendezvény lehetőséget nyújtott a kismamáknak, hogy bepillanthassanak a kórház szülészeti osztályának munkájába. Elsősorban letisztul, hogy mégis hová fogunk kerülni. Mi vár ránk, úgymond a nagy napon. És fontos az, hogy tényleg betekintést nyerhessünk abba, hogy most hová fogunk kerülni, a félelmünket ezáltal ugye csökkenteni tudja. Meg hát ugye fontos az, hogy az orvos is, hogy mindenképpen milyen bizalmat alakítunk ki vele. A szülészeti osztály jól felszerelt, a dolgozók száma bár csökken, de el tudják látni az orvosi és ápolási feladatokat a részlegen. Az anyukák szeretnek a Nyíregyházi Kórházban szülni, évente 300-zal több szülést vezetnek le itt, mint máshol az országban, és a gondozott várandósok száma is emelkedik. Az itt lévő munka, ami szülészeket és szülésznőket is érinti, egy olyan színvonalon megy, ami korszerű, egyre inkább a szülésznők veszik át a teendőket a szülőszobán, és önálló terhesgondozás, illetve önálló szülésvezetést is végeznek. A kórházban az országban is egyedülálló módon 6 diplomás szülésznő egyedül orvos nélkül gondozza a kismamákat. Országos viszonylatban viszont probléma, hogy kevés a szakképzett szülésznő. Rendkívül alacsony a képzési arány. A főiskolákon átlagban 110 körüli szülésznő végez, ebből sajnálatos módon 50 körüli azonnal elmegy, de nem biztos, hogy pont ő, de a főiskolai diplomások elmennek Nyugat-Európába munkát vállalni, mert ott ugye teljesen más jövedelem viszonyokkal és önálló kompetenciákkal dolgoznak, hiszen Európa konform a képzésünk. A születés hetét 2003-ban rendezték meg először. Az országos tájékoztató szakmai rendezvény célja, hogy a várandósok és családjaik minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen választási lehetőségeik vannak a szülés módjának helyének megválasztásában. A kismamák információkat kapnak a szülés utáni szoptatással, csecsemőgondozással kapcsolatosan is.